Az élményszerű és szemléletes módon gyakorlati példák segítségével megtartott ismertetők mellett szakmai konzultációra is lehetőség nyílt a Szentlőrinci Mezőgép Napok második napján. Győrvári Márk, a Baranya vármegyei Vállalkozói Központ Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, a mai elektronikus világban a számítógépen meg lehet keresni a föld bármely vásárját, de az nem lesz olyan soha, mintha valóságban megérinteni az ember a gépeket, eszközöket, és interaktív módon részt vehet egy szakmai képzésben. Igen, nem lehet megérinteni, nem lehet meghallgatni az igazi zaját, amikor elindítják a motort, nem lehet megérezni az illatát, és így tovább. Hát ezeket helyszínen kell látni, úgyhogy ezzel senki nem tud versenyezni. És éppen ezért jönnek a kiállítók is, mert a technológia olyan gyorsan megy, olyan gyorsan robog, hogy úgy győzzük utolérni. Ehhez jutnak kell a képzés is, tehát hogy megismerjék azokat a dolgokat, hogy mire kell fölkészülni. Változik a világ, tehát nem csak a gépek, az egész világ, a mikro-makrogazdaság is minden változik. A klímáról is beszéljünk, hogy ott, hogy változik, de ezekre megint fel kell készülni, és ez így gyorsult fel a technológia megint. És ezek, ha valaki nem követi ezeket, akkor nem tud lépést tartani, akkor le fog maradni. Le fog maradni pénzbe, technikában, technológiában, mindenben, tehát nem tud versenyben maradni, mert minden versenyről szól egyébként. Fontos egy ilyen vásár megrendezése. A szakemberek találkozhatnak a konkurenciával, kicserélhetik tapasztalataikat, és sokat tanulhatnak egymástól, tette hozzá az elnök. A kétnapos bemutatónak van egy új színfoltja is, tájékoztatott Rittlinger József, a NAK Baranya vármegyei szervezetének elnöke. A talajtan, ahol épp ezelőtt állunk, itt nagyon sokan voltak, nagyon sokan érdeklődtek, ez teljesen egy újfajta dimenzió a gazdálkodóknak, más szemszögből közelíti meg a gazdálkodásukat. Az inkubátorházban volt a kisállattenyésztőknek egy szakmai fórum, máma lesz a gazdaképző, amit az Alpavilonban 10:30-kor fog kezdődni. A mai nap is várjuk a gazdálkodókat, hát most még a kezdet van nagyon, de én úgy látom azért az időnek ellenére kicsit csöpörög. Lehet, hogy azért fognak még többen jönni, vagy kevesebben, ezt nem tudhatjuk, de én úgy gondolom összességében már most egy eredményes napot zárhatnánk, vagy zárunk. Én megköszönöm a kiállítóknak tényleg, hogy itt minden évben, ez most már itt 5. alkalommal kifáradnak, a baranyai gazdatársadalomnak meg tudják mutatni az innovációt, az újdonságokat, a lehetőségeket, a gazdálkodóknak ezzel élni is kell tudni, meg éljenek is vele, hogy megismerjék ezeket, mert ez elősegíti a gazdálkodásukat, nagyobb profitra tudnak akkor szertelni. Ezáltal minden biztonságosabb is, és a talajszerkezet megőrzésével is ebbe az irányba mutat, tette hozzá Rittlinger József. A hagyományőrző agrárprogramot immár 5. éve a Baranya vármegyei Vállalkozói Központ rendezi meg Szentlőrincen.